Nagyon sok minden másképp látok azóta. Másképp látok azóta, valóban én is megszerettem Afrikát, azóta bejártam gyakorlatilag egész Észak-Afrikát. Ugye ott bizonyos kevés időre állt rendelkezésünkre, és csak bizonyos dolgokat láttunk, és hogy ebben jobban elmélyüljön az ember, erre azóta kerítettem lehetőséget, és hát ugye beutaztuk végső soron ezeket az országokat ismét, kényelmesebben és jobban körültekintve. Engem maga a kultúrájuk, az egész életük, tehát minden érdekelt, és ebbe a dologba is sok mindent tanultam, tehát nem csak szakmailag, hanem arról, hogy igazából szegényen is lehet boldogan élni. Én nagyon sok boldog, mosolygós emberrel találkoztam, akiket gyakorlatilag a teljes vagyona mondjuk az egy napi díjunk volt, mondjuk. Tehát ég és föld, ugye a két világ, Európa és Afrika, de nagyon sok mindent tapasztaltunk, és nagyon sok dolgot megszerettem bennük. Hát a táj meg leírhatatlan. Tehát nekünk szerencsénk volt, nagyon sok mindent láttunk fölülről, viszonylag látható távolságból, mert azt is hozzá kell tenni, hogy mi úgy érkeztünk ki gyakorlatilag erre a versenyre, ugyan ez a Dakar, ugye Párizsban volt a gépátvétel, utána hajón elvitték az autókat Szenegál fővárosába, Dakarba, és Dakar Kairó volt, tehát egy ilyen nyugatról keletre átszeltük Afrikát végső soron, de mi egy magyar repülős csapattal érkeztünk erre a versenyre, akik egyébként végig dolgoztak a Dakaron. Tehát itt két magyar repülő, kis repülőgép volt kint, akik egy magyar-svájci vállalat volt végső soron itt Ferihegyen, és ők akkor már negyedszer vagy ötödször voltak a Dakaron, és hát ezek a kis gépek ugye 3000-3500 méteren repülnek, és így gyakorlatilag először fölülről 3000 méter magasságból gyönyörű időjárási körülmények között végig repültük az Európa déli, tehát a földközi tenger északi partját, ami már egy nagyon nagy élmény volt, majd később Marokkó, Mauritánia, Máli és Szenegál fölött, és ugye a tengerpart vonala mellett végső soron érkeztünk meg ezzel a kis géppel. Hát persze közben 6-szor tankoltunk, meg leszálltunk, és ott hát olyan dolgokkal találkoztunk, ami minden egy kicsit csoda volt, hogy amikor úgy lenéztünk, és kiderült, hogy a beton az cementből és kagylóból van, mert tele volt kagylóval, nem kavics volt a kifutópálya, hanem kagyló volt, hát ugye tengeri, a tengerpartról felszedett ugye ilyen zúzalékból csinálták a betonokat, és kifutópályákat, és így kagylóval volt tele. Tehát rengeteg furcsaság, amire úgy egyébként nem gondol az ember.